YouTube, Trending, Spotify, TikTok, 50 ezer, 250 ezer, 1 millió. Mitől lesz egy dal felkapott? Én Orgosz vagyok, rapperként Lil Frak a nevem, és az elmúlt 4 évemet producerek mellett töltöttem masszívan, nulláról hangonként építettünk fel dalokat, és rájöttem amúgy, hogy ez egész jó flash. Kíváncsi lettem, hogy mások hogyan készítik el a dalaikat, ezért minden epizódban egy új előadó jön el, és elhozza a saját dalát, amit közösen a darabjaira fogunk szedni. Ez a Sávlekötő by Lil Frak, ahol a dal és a szerző van a középpontban. Kezdjük is, let's go! Egy éve ráírtam arra a bajszos csávóra, hogy tetszenek a zenéi. Aztán beültünk egy meleg szendvicsre és elmentem a koncertjükre is, ahol megtapasztaltam, hogy mi is az a rock. Fekete Giorgio a Carson Coma egyik énekese dalszerzője. A másik srác pedig Kun Bálint, akinek a kezei alatt felgyulladnak a billentyűk. A koncertjükön az én bugyim is felrepült a színpadra, de hála az égnek nem az enyém volt az egyetlen. A fiúknak már van 2 lemeze, teltházas koncertjeik, fonogramdíjasok. És ami a legmenőbb, hogy még saját sörük is van. 6-an vannak, de mind nem férnének be a stúdióba. Úgyhogy az első epizódban sávlekötünk Giorgioval és Bálinttal, terítéken pedig a Pók című dal. Van egy játékom számotokra, srácok, dűnyögő a neve. Ennek a játéknak az a lényege, hogy ismeretlen emberekkel feldűnyögtettük a zenéiteket. De jó, hogy ezt nem mondtad előre, jó, hogy király. És az a feladatunk, hogy kitaláljuk, hogy melyik számotokat dűnyögték el, viszont én sem hallottam ezeket. Szóval lehet, hogy szét fogtok alázni. Ez király, jó. Ti kezdtek, vagy én? Nyomasd. Kik vagyunk mi, hogy elvegyük ezt tőled? Akkor jöjjön az első dűnyögés. Hajrá. A vége. A refrén végén elárulta magát. Ez a Pók szerintem. Ez a Pók. Yeah. Na hát akkor viszont most nektek szól a következő. Ja. Ez a kreolkék pillanatok volt? Volt a pillanat, amikor olyan volt, hogy ilyen sitiflutos amerikai himnusz. Igen, amúgy. Kicsit olyan volt. Még jön egy nekem. Ez a Peti és én. Yeah. Akkor jön a következő dűnyögés. Én amúgy tudom. Szerintem ez egy beugratós kérdés. Szép. Szerintem ez a te számod. Igen. Ez az. És megvan, hogy melyik? Melyik? Ez a Licit című számom volt, ugye? Yeah. Nice. Szép. És csak a jogdíjak miatt így... Igen, nekem is valami jöjjön a saját műsoromból, hadd jöjjön már valami jogdíj. Na hát ez volt a dűnyögő, srácok. Ez fantasztikus volt, köszi szépen. Nice. Térjünk a lényegre és foglalkozunk a Pókkal. A srácok, mindenhol azt mesélitek, hogy már 2 éve megvolt a dalszöveg. Mikor készült hozzá a zene?
először jött a Giorgio az Én még sohasemnek az ötletével, az első ötletével, aha, akkor jött ennek a számnak is az ötlete, és ezt egyszerre vettük föl ilyen kis egyszálgitárral, földemúzta a Giorgio. Aha, tehát majdnem az lett, hogy a pók jött ki az Én még sohasem helyett? Hát nem ez a pók. Hát ugye, igen, amúgy. Ennél jóval leamortizáltabb. Igen. Szóval utána háromszor újraírtuk, vagy nem tudom hányszor. Ja, ja. Milyen verziókon esett át? Rettenetesen. Volt hát minden. Volt reggi. Volt reggi. Hát jó, hát nem új reggi, szkrattatta, de... Nem, de Giorgio rengetegszer jön olyanokkal, hogy figyelj, ez a szám, és akkor nem megmutat valamit, hanem elmondja a feelinget. Mutatok neki egy parfümreklámot, és akkor mondom azt, hogy na, ez kéne Bálint. Ezt kottázom, hogy ilyen nagyon-nagyon összefüggéstelen, tehát hogy mondjuk ilyen dalreferenciákat mutat, uh-huh, de olyanokat, amik így semmiben nem kapcsolódnak egymáshoz. Ezeket így mondja, és így próbáljuk megfejteni, hogy akkor mi az a dal, ami megszületett. Amit küldtél nekem, arra emlékszel? Amit átküldtél? Igen. És az melyik stádiuma volt a póknak? Ú, én nem tudom, mit küldött a Giorgio hát neked. Akkor mindjárt megtudod. Yeah. Erre emlékeztél? Én nem emlékszem arra, hogy ezt bármikor is hallottam. Ja, nem, hát ez lehet, hogy csak magamnak, de nehéz volt, hogy éppen olyat találni, amit mi fölmertünk vállalni, tudod? De köszi, hogy ezt felvállaltátok. Itt van Bálint a géped, és a óriási egered. Nagyon-nagyon nagy. Csak így a hüvelykujjaddal kell görgetni. Tök jó. Megkértelek titeket, hogy hozzátok el sávokban a zenéiteket, és most ezeket fogjuk meghallgatni. Úgy szokott kezdődni ez a buli általában, hogy bemegyünk a stúdióba, és akkor elkezdünk dobolni. Már-már ilyen Viva Rakius refrén szerintem egy kicsit. Igen, szóval ez így... Tényleg olyan picit. Verzéknél ott ilyen... A sima 2-4-et így feldobja, ez az ilyen... ezek a ghost notok, szerintem iszonyat királyk, és nagyon-nagyon jó az, hogy ettől pörög nekem, ettől halad A-ból B-be a verze. Tehát sokkal dinamikusabb. Ja. Fogtuk egy olyan részt, amikor beütöttünk egy lábdobbal egy nagy tányért, és ezt csak így kivágtuk, és így négyszer egymás mögé raktuk, és akkor ez... Mert szeretem a gorillaszt. I'm happy, igen. I'm feeling glad. Az. Igen, rengeteg olyan dolog van itt, ami olyan, hogy így nem veszed észre, de ha elveszed, akkor hiányzik. Igen, és, igen, ezek itt mind megbújnak a zenében. Ne, stack, clap, az. Hát fogtuk magunkat, és mind a hatan beálltunk, kész. De amúgy ez ettől jó, hogy így hogy nincs egyszerre lecsapva, hanem sokkal organikusabb attól, hogy mondjuk így Bálint tapsolj. Érted, van egy icipici csúszás, és... Megpróbáljuk hárman is? Aha. Hát, ezt újra vettük volna. Szóval akkor megvan a dob, utána mi a következő? Meg volt a perkánk, és akkor most a bass. De mondjuk igen, Ati ilyen szempontból tök menő, mert rengetegszer ír olyan basszus témákat, amiket utána így föl lehet használni, mint konkrét dallam, ami így elviszi a hátán. Tehát ugye nagyon dallamos témákat ír. És például, hogyha megvan az Én még sohasem be a szinti szóló, az nem más, mint a basszus gitár szólam eljátszva szintén. Így meghallgatjuk a tracknek az elejét, ezt most kiszedjük. De ott is már alatta van a basszus, igen, is. Épp a plafonon az... Tehát ez ugyanaz a figura. Eredetileg úgy akartunk nekiindulni, hogy ez a rész, az legyen kicsit ilyen, tudod, ilyen White Stripes-os, Jack White-os, ilyen fingós gitár, nem tudom, arra, mert nem mi az, hogy szebb szó. Ez ilyen...
nagyon orros. Ami még a basszus szempontjából izgi, az a sub, vagy nem tudom, aha, ami megindítja a refrént úgy rendesen. Tehát egy ilyen... Hát igen, ez is dinamikai. Csak ez ennek dolgoznak ezek, ja, a szandok ismerősebben. Igen, 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 nekünk. Most már komfortosabban nézem. Na, én már értem. Ja, igazából ezek meg már billentyűk. Aha. Na, akkor hallgassuk és nézzük a billentyűket is. Ez egy ilyen játékzongora, ez a hangja. Emlékszem, hogy Bálinttal dumálunk, és akkor mutatott ilyen YouTube videót, ilyen pici, ekkora zongora. Valahogy valaki a Füreliszt játssza meg ilyennek. De, és akkor ezt is egy ilyennel vettétek fel? Ja, nem, vagy, nem, ez vagy plugin. Vagy csak a plugin. nem volt $10 rendben. Hát, igen, nem. Még annyira nem jött be akkor ez a zene dolog. Még nem. Ez meg már egészen Harry Potter flash-ű. Hú, az a tűszögés a háttérben, az meg egy ilyen orgona. És ez a dal melyik részén van? Mert most így, ez sincs meg pontosan, hogy ez hol van. Ez a verzének a második fele ott. Igen. Jön a bridge. Eddig így olyan, mint valami kedves nyári dal ebből a két hangból. Ez igen, ilyen dreamy, meg szép, meg igen, úgy legyen, hogy... Nagyon szép. Nyaralnék erre a zenére. Igen, ezért is volt fontos, hogy ilyen ennyire szép legyen maga az is, amit játszik, meg ahogy játszik a zsombor is, meg ez a billentyű, hogy meglegyen a kontraszt, akkor amikor bejön a refrén. Ez történik igazából billentyű terén egy refrénbe. Hú! Igazából, és az outro. Tudod, az az érzés, hogy így, nem tudom, így néz rád egy ilyen játékbaba, és így elkezd így elfordulni a fej. Kicsit el is kezdtem rosszul érezni. Na, ez a flash, igen. Nagyon király ez a felhúzás, és sose hallottam ezt ki. Ez a... Jó meg tudni, hogy mi van a dalaitokban. Ja, amúgy. Nem tudom, én mindig csak lebattyogok, így na meg van már, énekelnék, hogy ilyenek, még sokáig itt a... És akkor jön a szóló. Egyébként a zsombor nagyon nagyot megy ezen a dalon. Na igen, itt teljes a tonalitás. Teljes a tonalitás és fingós gitár. Semmilyen módon nem illenek bele a harmóniai környezetbe, ami így történik mondjuk a többi hangszer által. A Bálint így nevezi, én úgyhogy hülye hangok. Igen, én is ezt a kifejezést is vettem. Az. Lajkusok egymás igen, között. Igen. Mellette fölvettük tisztán is, mert azért gondoltuk, hogy ebből még baj lesz. És akkor az lett a megoldás, hogy összekevertük a kettőt. Igen. Igazából az énekek maradtak csak, aha, ugye? Hát ugye itt van maga a fő éneksáv. De úgy magában meghallgathatjuk. Épp a plafonon a szemet, keresed a bűnbakot, levezetnéd rajta már a 8 órányi műszakot. Itt amúgy tényleg az az érdekesebb inkább, amit a Giorgio mondott, hogy a refrén előtt, meg a refrénben, hogy hogyan énekel. Nem látod a pókod, ugye nagyon levegősen. Miért zavar a szülét, az ember adja magam otthon. Átmegy így fokozatosan abba, hogy üvölt. És meg tudjuk még hallgatni a többi vokálsávot? Aztán meglátod a pókod, ez aztán a szerencse. Ádám és Éva, nem Ádám és Béla. Barni volt mélyen, én voltam magasan. Ez Barnitól a legnagyobb alkotás szerintem így vokálterén. Otthon van egy fal között. Ez így tiszta. Így szóval, tökéletes, így, ahogy nyersom, van. Hogy... Igen, ez amikor egybeüvöltünk, ez izgé, szerintem. Otthon van egy fal között! Otthon van egy fal között! Otthon van egy fal között! Otthon van egy fal között!
Jaj, tehát hogy Giorgionak magasabb a hangja, mint nekünk. Tehát, hogy mi ezt, ha akartuk volna, se tudtuk volna kiénekelni. Úgyhogy próbáltunk, tudod, így üvölteni, de tudod, ilyen pont azon a határon volt, hogy így fuldokoltunk közbe, és így tudod, meg így köhögtünk. Hát igen, itt inkább kiabáltok. Ez így ilyen szenvedés volt, de ettől autentikus. Na akkor szerintem hallgassuk meg az instrumentált, hogy milyen egybe. Szeres verzió, és akkor így... Szerencse, hátra dőlsz, vagyod, hogy a gyűlölet a nyelvedet vezesse. Ádám is Éva, nem Ádám is Béla. Miért jössz ezzel folyton, miért maradjon a közel? Kibújik minden. Amikor először hallottam ezt a dalt, emlékszem, hogy egy házi buliba voltam, és nem feltétlen figyeltem 100%-osan a szövegre, és maga a mögöttes tartalma a dalnak nem jött át. Aha. És akkor utána újra átnyálasztom a szöveget, és rájöttem erre. Viszont megkérdeztem olyan embereket is, akik nem biztos, hogy ismerik ezt a dalszöveget. Odaadtam nekik ezt papíron, és kíváncsi voltam, hogy hogyan reagálnak, de lehet, hogy felismerik, majd mindjárt meglátjátok. Wow. Yeah. Wow. Játék! Épp a plafonon a szemek. Keresed a bűnbakot. Ah. Levezetnéd rajta már a 8 órányi műszakot, aztán meglátod a pókot. Ez aztán a szerencse. Hagyod, hogy a gyűlölet a nyelvedet vezesse. Ádám és Éva. Nem, Ádám és Béla. Miért jössz ezzel folyton? Miért maradjon otthon? Otthon a négy fal között. Nem látod a pókot a pókháló mögött? Miért zavar az, hogy létezem? Miért hagyjam magam otthon? Otthon a négy fal között. Otthon a négy fal között. Talán ilyen reppelősebb, de ne kérd, hogy reppeljem el, mert nem fogom tudni. Épp a plafonon a szemed, keresed a bűnbakot, lezetném a... De egy ilyen lightning. Az a tempó. Kb. Szerintem valami repféle. Úristen, csak nem valami romantika lesz, mert akkor itt elsírom magam. De ez nem a Carson Kumának a zenére? Kijött egy új videóklip, és akkor tökre izgatott voltam, hogy úristen, végre új számuk van. Mondjuk az első három sort azt így, illetve a harmadikat az úgy elég nehéz értelmezni. Szerintem koronavírus. Tehát Györfi Pál reklám. Kellett egy kis idő, mire felfogtam rá, és kerestem a dalszövegre, hogy akkor mi hogy van. Olyan, te ez a maradj otthon, ez nem is az otthon maradásról szólna, hanem arról, hogy valahol felvállalja önmagát. Gondolom ez az elfogadásról szól, nem? Azt néztem, hogy pont, hogy a pók mit jelenthet. Magamat tudnám oda képzelni, hogy elbújok a pókháló mögé, és akkor nem megyek ki a négy fal közül. Csak azzal foglalkozol, ami így nagyobb és a felszínen van, vagy nem tudom. Pont ugyanúgy vagyunk mások, pont ugyanolyan srácok, pont ugyanolyan lányok. Egyértelmű. Hát, hogy így nem vállalod fel esetleg a szexualitásodat, vagy így önmagadat, a tulajdonságaid, a viselkedésed. Hát kb. Én képzeltem el. Tehát, hogy kicsit másnak, de egyébként meg ilyennek. Na mit szóltok, hogy tiétek az idei Györfi Pál reklám? Ez aranyos vagy. Ja, érdekes, hogy nagyon kedves volt és megható. Nagyon aranyos vagy. De igen, amúgy ez egy tök érdekes szempont, amit bedobott a srác, hogy ez az otthon a négy fal között az elsőre, én legalábbis a visszajelzések alapján azt látom, hogy nem mindenkinek úgy jön le, mint ahogy utána megfejtették, hogy igen, hogy elfogadás, meg ilyesmi, hanem egy csomóan először így a karantén helyzetre asszociáltak hát belőle. Persze, mert kiadtátok ezt a dalt a karantén idején. Igen, de amúgy ez nekünk nem jutott eszünkbe, vagy legalábbis nekem. És nem is ez az első azért, ami így az elfogadásról szól talán, hanem azért a Peti és én is talán sorolható ide. Szerintem a pók ilyen szempontból már egy sokkal részletgazdagabb, meg egy komolyabb mondani valóval bíró, vagy komolyabban mondja azt, amit tehát inkább mond. Konkrétabb, vagy hogy itt azért sokkal
keményebben fogtuk meg azt, hogy mi most ezt mondjuk, ami még mindig nem annyira nagyon 100%-ig célzott, hogy akkor ez most pontosan milyen helyzetre utal, mert így sok mindenki mondjuk azonosulni tudna vele, vagy ilyesmi. Nem azért foglalkozunk ezzel, mert hogy még senki sem foglalkozott ezzel, na akkor majd most mi, hanem egyszerűen azért, mert írunk dalokat, a dalainknak vannak szövegei, a szövegek megértelmszerűen arról szólnak, ami minket érintenek, és amik kifoglalkoztatnak, szóval... Igen, de ezt azért meghallgatják emberek, és üzentek ezekkel a persze, cuccokkal. És ami egy nagyon szuper dolog, de miatt én nem gondolom azt, hogy így több zenekarnak kéne, vagy kevesebb zenekarnak kéne ezzel foglalkozni, hanem egyszerűen írjanak a zenekarok arról dalokat, amik foglalkoztatják őket az életben, mint magánemberek. Hogy az volt így a konszenzus erről zenekarilag, hogy azért mi nem akarunk ilyen megmondó emberek lenni. Tehát, hogy nem az a célunk. Igen, és azért 2 éves a dal, és még mindig ugyanúgy aktuális. Vagy hát a szöveg. Ja. És akkor kész lett a dal, publikáltátok. Emlékszem, hogy az Instagramodon láttam, hogy még az ELTÉ-s tanárod is írt valamit a dallal kapcsolatban, vagy megdicsérte. Ja, igen. Azóta sikerült leadnom a szakdolgozatom, de ez úgy nézett ki, hogy én csak írt egy e-mailt, hogy fasza, zsír, le kéne adni már azt a szakdolgozatot, de amúgy a dal nagyon tetszik, mondom. Kedves. Ez az első zenétek, ami benne volt a Felkapottakban? Aha, rá kellett keresnünk, hogy mi az a YouTube trending. És a komment szekciót szoktátok olvasni? Én olvasgattam egyszer-kétszer. Persze, ez vicces dolog egyébként. Az a komment, ami igazán megmaradt, az pont nem egy ilyen kedves, hanem egy olyan, hogy nem értek egyet mondjuk a dal üzenetével, de hogy így nagyon tetszik maga a zene minden, és az ilyen tök kedves dolog, amikor valaki tudod, így kultúráltan leírja. Mit kell baszogatni egymás, erről szól a pók is értetet. Azért is kérdeztem, hogy szoktatok-e kommenteket olvasni, mert van egy búcsújátékom számotokra. Kommenteket gyűjtöttünk össze a ti zenéitek alól, meg az én zenéim alól is, és el kell döntenünk együtt, hogy kinek írták, melyikünknek. Nice. Neked vagy legnagyobb flexem, hogy ezt a zenét hamarabb ismertem meg, mint ahogy feljutott TikTokra. Nektek is, meg nekem is van. Igen, ez TikTokom. esélyes mindkét. Igen. Oldalról. De nem tudom, akkor legyen a Jorgosz. De a flex szó miatt. Igen. Nem. Akkor ez a tiétek. A hobbi hajó törött. Na hát akkor nézzük a következő kommentet. Én most hallom először őket, azt hittem, nem is magyarok. Hát de többes számba, akkor gondolom. Igen, akkor valószínűleg mi. Ezek ti vagytok. Jó, ezt amúgy direkt raktátok be így. Ez egy sokkal nehezebb játék. Ilf rock exit. Wow. Kivel van az exit? Hát... azt a producer barátommal, a Dékomszal csináltuk, szóval lehet, hogy azért kaptuk meg a többes számot. Igen, hát a feat-ek miatt. Jöhet a következő komment? Akkor nézzük. Komoly az a bajusz, az enyém nem nő, csak a szakállam. Mert ez viszont biztos nektek szólt. Hát jó, de azért ez sem olyan. De az enyém egy hormonbajusz, a tiéd az rendes. Hát nézzük meg. Nyomjuk meg a gombot! Lil Frak Klopp. Ne! Ez sokkal nehezebb ez a játék. Ezt nem gondoltam volna. Kitettetek magatok kérdezekkel. Jöhet a következő komment. Hát ez kurva jó volt. Mind a kettő. És én írtam egyébként. Na, de valami tippünk legyen. Valamiből próbáljuk meg kisilabizálni. Van a végén engem hallgatnak kevesebben, és csak 15 like van a rajta, úgyhogy lehet, hogy akkor nekem. Ne! Ne! Várj, tudod, mi lesz ez? Nem lehet, hogy ez az egyszerűen semmi sem egyszerűnök az eredeti hangos ilyen verziója? Akkor ez viszont biztos nektek szól, ez Carson Koma? Carson Koma Pó. Jöhet a következő komment. Ez egy tökéletes magyar szám lenne az Eurovízióra. Megnyernénk. Nekem rémlik valamilyen amúgy volt, a pók alatt. Volt. Én Eurovízió. Legyen Carson. Na nézzük. De rég hallottam ezt a hangot. Na hát akkor egyet eltaláltunk. Sávlekötő. Na hát köszi srácok, hogy itt voltatok a Sávlekötő első epizódjában. Mi köszönjük.
Szépen. Bocs, hogy megszakítom az adást. Sziasztok, drága egyetlen testvéreim! Most itt hagyok pár nyomot azzal kapcsolatban, hogy ki lesz a jövő heti sávlekötő vendég. Itt vannak a nyomok, vannak valódiak, vannak hamisak, úgyhogy nézzetek körül, és írjátok meg kommentben, hogy ki lehet a következő vendég. Most pedig térjünk vissza az elköszönéshez, elbúcsúzáshoz, könnyekhez. Kedves nézők, hallgatók, ti pedig tartsatok velünk a következő epizódban is, ahol egy új dal és a szerzők kerülnek a középpontba. Iratkozzatok fel és írjátok meg kommentben, hogy kinek melyik dalával folytassuk a sávlekötést. Hájuk, most ilyenkor beszélgetnek az idén műsorok, végül is kitávolodik a Köszönöm, igen, szóval egy élmény volt, köszönöm szépen. Akár még ezt itt félre is rakhatjuk, és ja, meg így lesötétül, nem? Mint a híradóba.